Prisztítót az utolsó, aki beáll ebben a szabad felálltású handicapen a záró verseny, az Árvízi Ajós handicap. Negyedosztályú verseny, és egy remek startot láthattunk, melyet követően Kőni Gárion, illetve Rambézi színei tűnnek fel a frontban, kívül Hold Viola is jól jött el, aztán Lovely Rock színei látszanak ott még mindig az élmezőn, mert top súlyában Nancho és Emekő kezdett, elég komoly a pozíció harc, Misty Doze a sor végén, egyen nélkül egyelőre Benkő Ádám, nem lesz könnyű dolga így végig lovagolni a futamot, ott harmadik spúrban igyekszik, de most már neki a biztonságra is nagyon-nagyon oda kell figyelnie. Rambézi belül az egyik favorit tehát vezet, mellette Kőni Gárion, aztán jön Nancho és Hold Viola, Stanford a középmezőny tagja, Stanford mellett jönnek csak a többiek, Bizottság, illetve Misty Doze és Alma Rózsa a sor végén. 8-10 hosszon belül az egész társaság, amikor már a túlsó oldal tapossák, és Rambézi, valamint Kőni Gárion kettőse még mindig az első két helyen mögöttük. Belül jön Nancho, Nancho mellett Hold Viola, kívül pedig Lovely a Rock, Bizottság zárkózóban, Stanford, Misty Doze, Alma Rózsa továbbra is a sorrend a mezőny végén, de ha lehet, akkor még közelebb egymáshoz az egész csapat. Eladták most már az ügető átjárót, és Rambézi mellett szép lassan, mint hogyha próbálnának elmenni a támadók, de ez egyelőre még nem sikerült nekik teljesen. Kőni Gárion, illetve Lovely Rock, kívül pedig Bizottság, négyes szinte teljesen együtt. Aztán ott van Nancho, ott van a 6.-7. hely környékén Misty Doze, Stanford egy kicsit visszafelé ment, és ugyanez igaz Hold Viola is, aki meglepetésen visszacsúszik a sor végére, most megy el mellette belül Alma Rózsa. Lovagolni kell nagyon erősen Rambézi, de tudja tartani a minimális előnyét Kőni Gárionnal szemben. Rambézi, Kőni Gárion, Lovely Rock, szemernyit sem változott a szituáció, a helyzet, Bizottság egészen kívül, Nancho jön mögöttük, Stanford jelenik meg a mezőny végéről, miközben bent a falon Nancho próbál elmenni Rambézi mellett. Belül Nancho mellett a Rambézi elindul, Bizottság, ott van mindig Lovely Rock, és ott van Kőni Gárion, nagyon messziről, egészen kívülről Stanford is megindít egy hajrát. Nancho vezet 69,5 kilós topsúly ellenére, megnyereti Nancho az Árvízi Hajós handicapet. Nancho, Rambézi, Bizottság, Stanford, Kőni Gárion a sorrend, és Nancho a futam nyerője. Nancho biztosan ér haza, mögötte Bizottság, megérkezik a második helyre, Stanford lesz majd a harmadik.